Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszeletői műsorunkkal, amelyben mint megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Újabb győzelmek után vezeti az NB2 tabelláját a kisvárdai futballcsapat. 3 ezüstérmet szerzett a Masters világbajnokságon Szokoldi Anna. Baráne Szavicsal a soraiban készül a bajnokságra a Sunshine Nyikse. 27. NB szezonjára készül a Kölcsei DS-e. A BKV előre otthonában kezdik a bajnokságot a nyíregyházi tekézők. Harmadik hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat, Kondás Elemér együttese 3-0-ra vert a Gyirmótot. Nagyon nehéz mérkőzés volt, egy jó szervezett csapat ellen játszottunk, akik megpróbáltak mindent azért, hogy itt pontot vagy pontokat gyűjtsenek, de úgy érzem, hogy még ha volt időszak, amikor volt is passzív labdabirtoklásuk, uraltuk a játékot, vagy kontrolláltuk a játékot, és amikor megvolt a labda, akkor pedig próbáltunk építkezni és támadásokat vezetni, és abból szereztük az első gólt is, egy szép támadás végén egy szélről beadott labdát a Délcegelgő parádésan befejelt. Utána is meg volt kontrollal tartottuk a mérkőzést, az volt a lényeg, hogy mikor tudunk még egy gólt szerezni, mert azzal el tudtuk volna dönteni a találkozó sorsát. Erre egy kicsit várni kellett, és a mérkőzés vége felé, mérkőzés másik fél idő második felébe sikerült ezt megszerezni. Egy gyönyörű szabadrugás után jól érkezett a Szergyi, és utána pedig még egy szép támadás után a kapus már bravúrral védte a Brana lövését, és a kipattanó pedig a Délcegelgő odafejelte, hova kell. Jó, összeszedetten, szervezetten, fegyelmezetten futballolt a csapat, és én úgy érzem, megérdemeltük a győzelmet. 3-0 az magáért beszél, tehát 3 gól az 3 gól. Ráadásul az edzőnek mindig örülhet a szíve, hogy jól cserélt, hiszen a második gólt a két cserejátékos hozta létre. Én erre mindig azt mondom, hogy lehet itt frankózni az embernek magát, hogy az edző jól cserélt. Azért vannak a játékosok a kispadon, hogy ha lehetőséget kapnak, akkor bejöjjenek és segítsenek. Most ez a két játékos bejött és segített a csapatnak. Ennyi. Tehát nyilván azért cserélünk, mert javítani akarunk a játékunkon, vagy stabilizálni akarjuk a csapatot. És ezzel a húzással tulajdonképpen a két játékosunk gólt szerzett. Nyilván ennek nagyon örülök, de még egyszer mondom, azért ülnek a játékosok a kispadon, hogy segítsék a csapatot. Volt olyan meccs a Várdának, amikor a helyzetek tömkelegét hagyta ki, most szerencsére azért igen remek volt a helyzet kihasználás. Igen, erről beszéltem a mérkőzés előtt, hogy ezen a mérkőzésen biztos nem lesz annyi helyzet. Tehát tudjuk azért, a Gyirmót jó csapat, szervezett csapat, és biztos voltam benne, hogy a kolléga összeszedi őket a múlt heti 3-0-ás vereség után. És gondoltam, hogy nagyon nehéz lesz helyzetet kialakítani. Erre hívtuk a figyelmet a játékosoknak, hogy ha egy lehetőség van, ott nagyon kell koncentrálni, és azt nagyon ki kell tudni használni. Igen, úgy néz ki, hogy ez jól sikerült, és azért csak rúgtunk 3 gólt. Egy győzelem is egy döntetlen után a sorozatban a második vereségét szenvedte a Gyirmót, ráadásul rúgott gól nélkül megint 0-3. Annak ellenére, hogy a mérkőzés folyamán azért voltak olyan percek, amikor önök uralták a játékot. Hogyan értékeli ezt a mérkőzést, és mit lehet ilyenkor mondani? A játék nem volt olyan rossz, amilyen eredmény a végén szereztünk. 0-3 az kemény. Attól, mert a második fél időben nálunk volt a játék, tartottuk a labdát, gólhelyzetek voltak 1-2, nem rúgtunk gólt. Ha rúgtunk volna gólt, akkor azt hiszem, hogy a meccs minimálisan döntetlen végzik. De az csak kérdés, hogy mi volna, ha volna. Futball kell játszani úgy, hogy gólt kell szerezni, és akkor jön eredmény. Gól nélkül nincsenek eredmények. Nekünk sajnos más mérkőzés egymás után nem tudtuk szerezni gólt. 3-at kaptunk, ebben kell valamit megcsinálni. Leülünk, megbeszélünk, és remélem, hogy második meccs ma jobb lesz, és eredmény is lesz. A Kisvárda azóta már túl van egy újabb győzelmen, Siófokon nyert 2-1-re és vezeti az NB2 tabelláját. Úszással folytatjuk, a Masters VB-n 3 ezüstérmet szerző Szokoldi Annát, a VB 6. Hellebrand Mátéval együtt köszöntötték a nyíregyházi városházán. Nagyon örülök neki ennek a 3 éremnek, nagyon nehéz versenyszámokon vagyok túl, és nagyon nehéz mezőnybe úsztam, úgyhogy elégedett vagyok az eredményekkel. Van-e a 3 közül kedvenced?
Hát a 3 kilométeres hosszú táv az volt a legnehezebb, meg abban fáradtam ki a legjobban, és ott nagyon nehéz volt az egész verseny maga is. Nem csak, hogy ezüstöt nyerni, hanem maga az úszás is, meg a körülmények is nagyon nehezek voltak, amihez én nem vagyok hozzászokva. Aki medencébe edz, az nem tudja, hogy milyen egy nyílt vízen úszni, bár már úsztam és nyertem is nyílt vízen, de most ez a Balaton, ez egy teljesen más arcát mutatta, mint amit eddig úsztam hosszú távon. Mennyire volt ennek a VB-nek más hangulata, mint a korábbiaknak, hiszen most ide hazahúztál? Nagyon jó volt, hogy itthon volt a verseny, egyrészt mert, hogy kommunikációban is, tehát mindent meg tudtunk érteni, hiszen Magyarországon volt. Sok ismerősöm, barátom, szüleim is mind kint voltak a versenyeken, és szurkoltak nekem. Azt mondtad, a VB előtt szeretnéd megszerezni az első világbajnoki aranyérmedet, ez most nem jött össze, plusz motivációt jelent ez a folytatás tekintve? Igazából nincsen hiányérzetem. Jó lett volna aranyat nyerni, mert mindig is az embernek ez a célja, hogy aranyat nyerjen, de ha nem jött össze, semmi rossz érzésem nincsen emiatt. Folytatás? Kis pihenő után majd kitalálom, hogy hogy lesz a folytatás. Hát az úszást nem lehet abba hagyni, mert mondtam anyukámnak, ha más nem 96 évesen fogok aranyat nyerni. Úgyhogy fogom folytatni az úszást, ha akármeddig, tehát valószínűleg életem végéig. A köszöntésen csak úgy, mint a Masters világbajnokságon, ott volt Szabó Tünde, sporthét felelős államtitkár is. Nem véletlenül mentem ki azokon a napokon a Masters világbajnokságon, amikor ő úszott, hiszen én gyerekkorától is ismerem, láttam, hogy versenyzett utánpótlás korosztályban és idősebb élsportolóként is. Tényleg azt lehet mondani, hogy ő az a példakép, aki gyerekkorától megmaradt sportolóként, és életünk végig tartó sportolást mindig hangsúlyozzuk. Ő az, aki ezt tovább viszi, és ott áll, hogy na, így is meg lehet ezt csinálni és tenni. Ugye ő is dolgozik mellette, és nem is akármilyen hivatása van. Tehát ez is egy példa, hogy meg lehet valósítani azt, hogy mozgásgazdagan éljünk, és emellett azt tegyük, amit szeretünk. Nagyon büszke voltam rá, hogy ugye ezüstérmeket nyert, ő közben azt mondta, hogy szeretne aranyat is, és hogyha aranyérmet nyer, akkor abba hagyja az úszást. Mondtam, hogy talán akkor jó lesz nekünk az ezüstérem is. Lám-lám 3 ezüstöt szerzett, de óriási teljesítmény, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy csak nem 10 000 nevező érkezett hazánkba az úszás sportágban a Masters világbajnokságra, és itt helyt állni ilyen közegben azért ez tényleg felemelő volt. És azért mondtam, hogy nem csak ő kedves nekem, hiszen sporttörténelmet író Hellebrand Máté, ugye a gyaloglás 50 kilométeres távában 6. helyet szerezte meg. Ez fantasztikus dolog. Nagyon jól tudjuk, hogy atlétikában ott lenni pontszerző helyen is óriási dolog. A magyar atlétika jó helyen van, a nyíregyházi atlétika mindig is nagyon előjárt, és mindig is volt utánpótlás korosztály. Hallhattuk, hogy 39 éves versenyző nyerte ezt a távat, ő 28 éves, tehát nagyon sok év még benne van. Úgyhogy most kezdte el megérezni azt, hogy milyen ott lenni az elit top versenyzők között. Úgyhogy ez egy nagyon jó érzés, és nagyon-nagyon motiváló lesz neki a jövőben. Több héten keresztül ugye Budapest volt az úszósport fővárosa, a vízes világbajnokság, majd a Masters VB. Most ért vége gyakorlatilag ez a sorozat. Milyen a gyors mérleg? És nem is csak ezeket rendeztük, hiszen volt Eyjof, mellette Forma 1, tehát szinte elsüllyedtünk a sportban. Óriási eredmények születtek, óriási teljesítmények. Hogyha a sportot nézzük, akkor Magyarország tényleg felismerte ezeknek a pozitív hatásait, és éppen ezért rendezünk nemzetközi sporteseményeket. Európában nagyon sok sportvezető érkezett hazánkba, sportminiszter és sportdiplomaták, és mindenki jött oda hozzám, és érdeklődött, hogy ugyan a sport igazgatás terén, sportvezetésben mit teszünk, hogy ilyen sikeresek vagyunk. Ugye a nemzetünk létszáma nem olyan nagy, mint Európában sokaknak, és ettől függetlenül az eredmények viszont kimagaslóak.
Ugye elindultak nagyon sok sportág fejlesztési programok 2011-ben, 13-ban, 14-ben, és ezeknek a hozadékai, hogyha kicsi gyerekeket nézzük, akkor 10-12 év, tehát 2020-ra, 24-re ott lesznek az elit sportolóink, és már most megmutatkozik az, hogy mennyire fontos az, hogy sportlétesítményeink legyenek, mennyire fontos ugye az utánpótlás korosztály, hogy mindent meg tudjon kapni, és lám-lám, az eredmények azok ott lesznek. Ezeket fent kell tartani, egyre nehezebb ugye sportban ott lenni, és azért atlétikában, ahol tudjuk, hogy hány nemzet áll rajtkőre, vagy a startvonalhoz, vagy az úszás sportágban, hogy 206 ország érkezett hazánkba. Ezek mind azt mutatják, hogy a világ szeme rajtunk volt, és rajtunk van, úgyhogy ugye a képzéseket nagyon hangsúlyozom, hogy a szakembereik ott álljanak, jó kezekben legyenek a sportolóink, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon nagy munka áll mögöttük. A támogatások tényleg remélem, hogy minden odaérkezik, ahova kell, és ne legyen más feladatuk, csak a feladatukkal foglalkozni, ki mihez ért, úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy fantasztikus eredmények születtek. Elkezdte a felkészülést a Sunshine Nyíkse. Az NB2-es kosárlabda csapat edzései továbbra is Kovács Tibor irányítja, a pályán pedig ott lesz Bráne Szavics is. A harmadik évet kezdjük NB2-ben, és biztos, hogy az együttesünk a Nemzeti Bajnokság második harmadik vonalában szerepel az NB2-ben. Alakul a csapat, de a munkát már elkezdtük. Hogy néz ki a felkészülési program? Jelen állás szerint a bajnokságnak a pontos versenykiírásában, míg a pontos dátum nincs meg, szeptember vége, október eleje lesz az első forduló. Van bőven időnk, de a felkészülés minimum azzal kezdve, hogy itt fizikálisan rendbe tenni a fiúkat, technikai gyakorlásokon keresztül, szép lassan a taktikai gyakorlatokon haladunk majd tovább. Vannak új játékosaink, vannak távozóink, kell ez az idő, hogy felkészüljünk. Nevesítsük az érkezőket, kik azok, akik most öltöznek majd a Sunshine Nyíkse mezébe? Talán senki nem veszi bántásnak, ha nem őt nevezem elsőként, de én azt gondolom a megye kosárlabdázásában, aki követi a kosárlabdát és szereti a kosárlabdát, talán örömmel fogadja azt a hírt, hogy Bráne Szavics ismét munkába állt, azt a részét, ami az ő karrierében, de ezt majd ő is el fogja mondani természetesen, a profi pályafutás jelentette, azt ő lezárta. Kosárlabdától nem szeretne elszakadni, igazából nagyon örülünk, hogy itt a nyár folyamán úgy alakult, hogy a családja itt van Nyíregyházán, itt tanulnak a gyerekei, és a mi nagy örömünkre játékosként, és elsősorban azt a nagyon sok tapasztalatot, amit ő játékosként megszerzett, azt a csapat érdekébe tudja fordítani. Úgy, mint játékos, de én azt gondolom, mint legfontosabb, és talán egy indító karrier is a szakmai vonalban, mert ez mindenkinek a hasznára válhat, és nagyon nagy örömmel fogadjuk őt, és nagyon jó munkát kívánunk itt neki. Bízunk benne, és nem csak bízunk, biztos vagyok benne, hogy ez nagyon nagy segítség lesz az együttesünknek. Igazából rajta kívül fiatalok érkezésére számítunk még, igazából nevekkel hagyj ne szolgáljak, mert még itt folyamatban van az érkezésük akár a Nyíregyházi Egyetemre, akár olyan játékos, aki már befejezte egy időben a kosárlabdát, és talán most még kedvet kap a játékhoz. Egy-két héten belül én azt gondolom, itt ez ügyben is tudunk információkat mondani. Talán még, hogyha a lemorzsolódásról vagy a távozókról egy-két gondolatot, mint minden csapat életében van olyan időszak, amikor egy középiskola befejezése után egy játékos felvételt nyer egyetemre, aminek nagyon örülünk, viszont a csapatból ő kiesik, és ez talán gyengülés is okoz. Ezután köszönöm magam részéről és Tisza Bálintnak az elmúlt évek munkáját, és gratulálok neki, illetve mondhatom a csapatunk nevében is a felvételihez. Ő Debrecenben nyert felvételt, és a pályafutását is ott folytatja. Illetve hát még van egy-két olyan játékosunk, akit szintén nem szeretnék megnevezni, mert az ő munkája vagy egyetemi tanulmányai, ha úgy alakulnak, akkor lehet, hogy
időlegesen nem tudnak a csapatunk rendelkezésre állni. Elnézést, hogy ilyen körmonfontan nyilatkozok, de senkit nem szeretnék kellemetlen helyzetbe hozni a játékosok közül. A tavalyi bronzérem magas lett, ami szét a csapat. Mi lehet a célra előttünk álló szezonban? Aki sportban nő fel, én azt gondolom, hogy mindig csak célokkal érdemes dolgozni. Akárhogy is változik a közeg, a játékos minőség, talán röviden lezárva minimálisan ez a célunk, de vannak nagyra törő terveink is. A profi pályafutásodat az elmúlt szezon végén befejezted, most itt vagy a Szántsenyési csapatán, ez azt jelenti, hogy nem tudsz elszakadni a kosárlabdától? Nekem most vége van ez a profi kosárlabda karrier, és lassan indul ez a business karrier, remélem jó lesz. És azért itt vagyok, mert úgyis szeretem mozgani valami, és nem legyen csak monotónus fitness, és kinti futás, vagy valami, akkor itt vagyok, tudom segíteni ez a csapat, és szeretem kicsit mit a rekreáció játszani, még a kosárlabda. Az NB1-ben mindig a maximumra törekedtél, maximalista voltál, gondolom, ez most sem lesz másként. Ja, no, ezt kell nekem kicsit gondolni otthon, hogy mert ez a csapatsport, és ez a lényeg, hogy csapat jó lesz, és nekem kell kicsit gondolni otthon, hogy nekem lesz kicsi másik szín, ami volt. Nehez lesz, mert én mindig csináltam 100% minden nagyon erős, és most már kell picit gyengebb edzést csinálni itt, mikor csapat van benne. Nem csak játékosként, edzőként is segített gyakorlatilag a csapatot. Mit tudsz átadni az ittenieknek abból a tudásból, amit magad szedtél az elmúlt évtizedekben? Hát remélem valamit tanultam ez a 30 év, mikor kosaras voltam, és hát nekem nem ez az első opció, hogy edző leszek, ez csak plusz. Amit mondtam, nekem most ez a biznisz, amit indul, ez nekem lényeg. Ez csak plusz van, és szerintem tudom mutatni és tanulni sok. Nem tudom, én voltam irányító, és szeretem ez, amit én játszottam, tudom legjobb mutatni. Nem tudom, vezetéslabda, ritmus, ez. Azon belül 27. NB-s idényére készül a költségdíjese. A Hadabás István által irányított kézlabda együttes a héten Gyulaházán edzőtáborozott. Két héttel ezelőtt kaptak a lányok először egy egyéni edzéstervet, egy kis előalapozó munkát végeztek otthon, aztán a múlt héten közös edzések voltak, ezen a héten ez folytatódik, és a jövő héten, hétfőn pedig egy hetes edzőtáborba utazunk egy remek helyre, Gyulaházára, úgyhogy sokat várok mindenképpen ettől a felkészüléstől, és hozzáteszem, az edzőtábor végén rendezünk a szokásos Kölcsei Strand kézilabda bajnokságot is. Mekkora kerettel tudsz számolni, és vannak-e távozó, illetve érkező játékosok? Közel 30 fővel dolgozunk, a ifjúsági és a felnőtt csapatunk. Nyilván átfedések vannak, nagyon sokan az ifjúsági korú a versenyzőink közül játszanak már a felnőttbe is, mint ez köztudott a Kölcseiről. Sajnos lesz egy-két változás, ugyan most még itt van Katona Krisztina, de remek átlövőnk, nagy valószínűséggel egy fél évet ki fog hagyni, mert tanulmányi elfoglaltsága nem teszi lehetővé semmiképpen a közös munkát, de ez csak pár hónap vagy maximum egy fél év kihagyás lehet. Vitányi Anna Mária egészségügyi problémák miatt, most sajnos egy szív probléma miatt ki kell, hogy szálljon átmenetileg, és hát remélem, hogy Tilki Andi, aki most is itt van velünk, gyorsan fog gyógyulni, majd jövő héten veszik ki a műtött kezéből a rögzítő lemezeket, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ő hamar gyógyul majd. A többiek helyek közel megvannak, illetve 8-os egy-két újonc gyerek is csatlakozik majd a keretünkhöz. Milyen célokat lehet kitűzni, hiszen a bajnok Máté Szalka nem lépett, Fejér maradt ebben az osztályban, és lesznek új belépő csapatok is. Én azt gondolom, hogy ha össze tudunk állni, Tilki Andi meggyógyul, esetleg Kriszti Katona hamar vissza tud térni, akkor mindenképpen azt gondolom, hogy a felnőtt csapatunktól egy érmet szeretnénk mindenképpen, és a junioroktól is. A junioroktól talán még nagyobb reményeket is szövögethetünk, de majd meglátjuk, hogy alakul. Fiatal gyerekek, fiatal lányok még, úgyhogy kíváncsian várom, hogy a tavalyi ezüstérem után most mire leszünk képesek.
a költségdíjasének az elmúlt 40 év összefoglalás is fennevével. Találsz még motivációt egy-egy edzés előtt? Abszolút, nagyon komolyan mondom, nagyon szívesen, nagy örömmel jövök minden edzésre. Egyrészt sikerült egy olyan légkört kialakítani, hogy a lányok is szívesen jönnek és igénylik a sok munkát, és egyfajta megújulás minden évben, hogy újjá kell építeni a csapatot, új kihívások vannak, és hát ez egy ember próbáló feladat, főleg így, hogy egyedül csinálom a felnőttet, junior, DS elnöki, technikai vezetői, menedzseri, és a többi minden szerepet, úgyhogy nagyon szép munka, és őszintén soha nem gondoltam arra, hogy abba hagyjam, és őszintén addig fogom csinálni, amíg örömet lelem a munkába, és egyelőre hál' Istennek ez így van. Említetted a stand kézilabda tornát, lesz esetleg teremben saját rendezési tornája csapatnak a rajt előtt? Elképzelhető, ez is egy kimunkálás alatt van még mindenképpen, ha sikerül megfelelő résztvevőket találni, ami egyik legnagyobb problémánk, hogy edzőpartnereket nehezen tudunk találni, bár most nagy örömmel mondhatom, hogy az edzőtáborban már 3 edzőmeccset sikerült lekötni megyebeli csapatokkal, akkor mindenképpen rendezünk majd tornát, vagy ha kapnánk meghívást, akkor örömmel mennénk. Most éppen egy román székely udvarhelyi csapat keresett meg bennünket, úgyhogy remélem, hogy valamiféle kapcsolat, szakmai kapcsolat kialakul majd. Elkészült a Szuperliga sorsolása, így kiderült, hogy a Nyíregyházi Teke Klub szeptember 10-én a BKV előr otthonában kezdi a bajnokságot. Az NTK a jövő hétvégén Nagysároson vesz részt egy nemzetközi tornán. Mindig az előző évek helyezése alapján osztották ki a sorszámokat, és ebbe az évben úgy döntött a versenybizottság, hogy teljesen megkavarja ezeket a sorszámokat, és akkor alapból lettek kihúzva. Egyedül az a Zalaegerszeg egyes sorszámát, mint bajnokként megkaphatta. Külön kérés volt még a nemzetközi kupákban érintett csapatok részé, hogy az első 4 fordulóban lehetőleg ne találkozzanak, úgyhogy ezt is mindenképpen figyelembe kellett venni a versenybizottságnak, úgyhogy nagyon érdekesen alakult a sorsolás pillanata. Azonban számunkra ez nem befolyásoló tényező volt igazából. A Nyíregyházi Teke Klub a 7-es sorszámot kapta a kalapúzásból, és ahogy kialakult rögtön a sorsolás alapján, rögtön az első mérkőzésünk, tehát egy nagyon fontos mérkőzése kell, hogy kezdjük a Kaposvárral, míg a másik fordulóban a BKV előrével kell majd találkoznunk, úgyhogy mindenképpen nagyon nehéz lesz ilyen szempontból a rajt számunkra, és utána jön a 4 nagy csapat, úgyhogy azt lehet, hogy onnantól kezdve lesz majd a felkészülés. Azonban mégis úgy alakult, hogy egy kicsit kellemesen érezhetjük majd magunkat a bajnoki rajt szempontjából, ugyanis egy héttel eltolódik számunkra a bajnoki rajt, mivel a Sáris kupa egy héttel eltolódik a sárisi nemzeti ünnepük miatt, végülis a Sőgyárnak a nemzeti ünnepe miatt, és arra szervezték át a Sáris kupát, és ez számunkra nagyon jól jött, mert így akkor a Kaposvárra le tudtuk halasztani azt a mérkőzést, amit rá egy hónapra fogjuk majd lejátszani Kaposváron, és bízunk benne, hogy akkorra már igencsak felkészült állapotba tudunk érkezni, és nagyon szeretnénk már ott végre egy meglepetést okozni, és hogy még ne legyen vége a csavaroknak, így a BKV előre is kérte, hogy ne Nyíregyházán kezdjen a bajnokságban, hanem felcserélhessük a pályaválasztói jogot, és így alakulhatott ki, hogy valójában szeptember 10-én vasárnap a BKV előre otthonában kezdjük majd el a bajnokságot. Milyen formában vannak a játékosok? Mennyi plusz jelenthet az, hogy tovább tudtok készülni egy picit? Ez mindenképpen jó számunkra. Úgy gondolom, hogy egész jól jöhetünk ki majd ebből a sorsolásból, hogy már így alakultak a dolgok. Egyre jobb formában lendülnek egyes játékosaink. Mindenképpen szerencsés, hogy egy héttel később lesz majd a bajnoki rajt. A Kárpát-kupa rávilágított sok játékosnak a hiányosságaira, hogy még van mit bepótolnia. Természetesen voltak már ott is egész jó formát mutató játékosaink, gondolok itt a Magyarorsi Péterre, vagy akár egy Kastura Zsoltira, de mindenképpen jó irányba alakulnak az edzés eredmények. Azt lehet mondani, hogy most már fej-fej mellett jövünk fel a többiekkel együtt, és már többen 600 feletti fát is gurítottunk edzésen, úgyhogy ez mindenképpen önmagáért beszél. Nagyon bízom benne, hogy a Szlovenszki Tibor is
hamarosan csatasorba tud állni. Elkezdte a nagyon könnyített edzésmunkát, mert Tibor nagyon akar, nagyon szeretne minél hamarabb közöttünk lenni, és valóban érdemben is segíteni a csapatnak a teljesítményével. Hát nagyon bízunk benne, hogy néhány hónapon belül már a dobóállásba láthatjuk a Szlovenszki Tibit, és azt lehet mondani, hogy egész jó nyíregyházi csapat állhat össze erre a bajnoki szezonra. Kitűztétek-e már a célt a következő szezonra? Hát még nagyon nehéz még látni az erőviszonyokat. Igazából, mint minden évben, mivel saját vízzel főzünk, azt lehet mondani, így nem az első sorba kell majd figyelnünk, hanem inkább a középső-hátsó alakzatra. Nagyon nehéz lesz a bajnokság, mivel a feljövő csapatok is megerősödtek körülöttünk, lévő csapatok is tovább erősödtek, de úgy gondolom, hogy számunkra továbbra is az a 7.-9. hely közötti eredmény lehet egy reális. Hogyha netán egy picivel előrébb tudunk lépni, akár egy 6. helyet megszerezni, akkor az a Nyíregyházi Teke klubnak a minden idők legjobb eredménye lenne, de bízunk benne, hogy a biztos bemaradást minél hamarabb be tudjuk majd biztosítani, és ehhez kell majd egy jó rajt, és a 4 nagy csapat után meg egy sikeres kaposvári túra, és onnantól kezdve bízunk benne, hogy nem úgy, mint a tavalyi szezonban, hogy 7-8 fordulót kellett várni arra, hogy legyen egy győzelmünk, hanem hogy hamarabb tudunk győzelemhez jutni, és ezzel megnyugtatjuk a csapatnál a játékosokat, és akkor tovább majd könnyebben tudunk mérkőzéseket esetleg nyerni idehaza, mint ahogy mindig is benne van a Nyíregyházi Teke klubban, egy idegenbeli bravúr, bízunk benne, hogy már az ősz folyamán lesz ilyen számunkra. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.